Sziasztok srácok, folytatjuk a Contract DLC-t, a kilátás még mindig nagyon fasza, és ugye az előző, azaz a tegnapi videót ott hagytuk abba, hogy a Contract küldetésekből megcsináltunk kettőt, ami igazából hat, és most fogjuk folytatni méghozzá a maradék hárommal, ami után még elvileg jön kettő. Ha jól emlékszem. Na mindegy, lényeg az, ezt elindítjuk, ugye ez lesz a harmadik blokk, és az a küldetésünknek a címe, hogy Davis. Jó, na indítsuk el. Na. Ez már egy picit könnyebb lesz, mint az előző volt, mert az előzőn ott a gazdag negyedben az a parti az valami nagyon veszett volt, főleg amikor a helikoptert kellett üldözni. Most ilyen szerencsére már nem lesz. Lesz itt is nagyon durva dolog, de olyan helikopteres üldözés, hogy közben a magánhadsereg üldöz minket, olyan már nem, hála Istennek. Na, szóval, autóba beülünk. So the last lock we had on this copy of Dre's phone was in Davis. I set you up with someone who can help. Dude you're looking for, his name is Vernon. I explain on the way, let's roll. Na ez az, amit nem kívánok kommentálni. Szóval beülünk az autóba, és így is tettünk. Shit, I don't know who in South LS gonna be stupid enough to fuck with somebody who stole something from Dre. But if anybody can find out, shit, it's Vernon. He's a Davis neighborhood family OG for real. Now he gonna want something from us first, so start there. But he will come through, trust me. Just do not mention Lamar, please. Jó van, nyugodjál meg. Nem fogunk bántani senkit. Ugye a story részben Franklin valahol itt lakik. Itt. Ez Franklin háza. Na, most át kell ülnünk ebbe az autóba, és nem tudom, emlékeztek-e még a GTA 4-ből Little Jacobra. Ez nem ő, de rohadtul hasonlít rá. Jaj, vedd már a kanyart, léci. Bocsánat, ez ilyen kuckucér. Hidegben rohangáltam kb. 10 perccel ezelőtt, aztán még nem melegedtem át. Aztán, amikor ez a felvétel készül meg, most seggemben van a karácsonyfa, hogy fel kell díszíteni. Nyilván mire kikerül nyilvánosba, addigra már fel lesz. De most még egyelőre, még csak ki van készítve a doboz. És arra vár, hogy Pisti feldíszítse. Minden évben enyém a megtisztelő feladat. És szerintem idén is el fogom lőni a God of War-os point. Azt minden évben elnyomom. Azt mondja, zavarjuk meg a bizniszt. Tetőn nincs senki. Jó. Ja, az velünk van. Mondom, miért nem tudom lelőni? De meg halljál már meg. Hoppa. Ja, most kell őket lerázni. Jaj, de jó. Na hát akkor én ezt így... Nem is ezt akartam bejelölni. Nem lehet bejelölni azért. Az agency-t. Az eléggé kellemetlen. Került ki, jó? A losztosok meg nem nagyon viselik jól, hogy elloptam tőlük a metet.
Ó, és még a rendőrök is csatlakoznak a bulihoz, nagyon jó. Motorosokat, basszus, egy szaros fos furgonnal kell lerázni. Úgyhogy közben a rendőrök is nyaggatnak. Azt nem tudom, hogy fogom megcsinálni. Úgy, mint legutóbb. Csak legutóbb nem csúszott ennyire az út. Jó. Köszi, hogy belém jöttél. Tényleg. És még neked áll feljebb, még bemutatták. Gratulálok. Hagyd ne lőjelek le. Ja, fontos megjegyezni, amivel ez még mindig egy karácsonyi videó. Mindenkit szeretek, és mindenkit szeretettel és békével lövök le a játékban. Mondjuk a rendőrök elfelejthetnének végre. És ahogy kimondtam, teljesült is a kívánságom. Pénz hullik a mennyezetről. Ez bezzeg nem jön be sose. De megpróbáltam. Most egyébként egész gyorsan leráztam a motorosokat. Mondom, amikor először játszottam a DLC-t, itt keringtem a városban 10 percig. Túlzás nélkül. Oké, szóljál Franklinnek, hogy vaza. Ezt a videót a Top Joy támogat, nem igaz. Még a végén valaki komolyan vesz, hogy leszerződtem a Top Joy-jal. Ilyenről szó sincs, csak szeretem. Adjad ide a autómat. Jó van, Baker, te nem érdekelsz. Jaj, akkor szerintem jönni fog megint a izé hívás is. Az English Dave-től, mert kiléptem a játékból. Én elhiszem, hogy tél van, meg csúszik az út, de bazd meg. Várjál, odébb állok. Nem akarok most megsérteni senkit, de ez még csak nem is női sofőr volt. Szimplán barom, aki nem tud télen vezetni. Tudjátok, van az a mondás, hogy télen a mazsolák otthon vannak, a vérprofi sofőrök meg az árokban. Ez most ugyanaz volt kb. Na akkor háromból egy küldetés megvan. Az a baj, nem emlékszem, hogy mi a második. Na, térjek már magamhoz. Még azt mondja nekem az autóból, így átordított, hogy kakasszopó. De miért? Miért kell sértegetni? Tök szabályosan közlekedem. Nem vágok be senki elé, meg ilyenek. Tehát... Looking good, boss. Köszönöm szépen, hogy megdicsérted. Tudom, hogy szép vagyok. Na. Akkor jött a következő. Ó, hogy ezt mindig meg kell nézni, hogy bejelentkezik. Ballas. Ú, őket deutáltam a San Andreasban. Jaj, most kell a Grove Streetre elmenni? Vagy az már az izé lesz? A...
Zeneszerzős. A zene visszaszerzős küldetés. Nem emlékszem már. Kb. 2 napja csináltam meg a DLC-t, vagy 3. Na, szóval, beülünk az autóba. Nem úgy, mint az előbb. Hey, so Vernon came back with a lead. He say the ones that got this copy of Dre's phone, fuck with the ballers. I gotta say, this seemed like a dumbass move even for them. But it's all we got right now. Hey, so go meet with Vernon and see what he got. Jó, megint ezzel a Vernon csávóval kell találkozni. Aki Little Jacob koppintás. Én egyébként nem is értem, hogy a GTA 4-ből ilyen karaktereket miért nem hoztak már át az online-ba. És gondoljatok bele. Küldetésadó lenne mondjuk egy Nico Bellic. Vagy egy Little Jacob. Itt meg van egy online játékos. Jaj, de örülök neki. Let's move. Jó, csak ezt a küldetést bírjuk ki. Úgyhogy ez itt zavargázhat minket. Na merre megyünk? Inkább azt mond. Pont arra, mert a játékos van. Jaj, de jó. Remélem mindjárt jön utána egy rakéta. OG Lock. Vagy a San Andreasban, ha tényleg Los Santosban játszódik a játék, CJ is egyébként simán szerepet kaphatott volna. Csak nyilván ez soha nem fog megtörténni, mert a Rockstar meg a CJ hangját adó illetők között eléggé megromlott a kapcsolat. És ugyanez a helyzet Ray Liottával is, aki ugye Tommy volt a Vice City-ben. Meg fogunk halni. De ne fölmásszál rá! Most, hogyha szerencsém van, akkor nem fognak eltalálni. Jó, ennyi a body armor. Hát már nem azért, de életem az... az nuku. Pont! Pont a fedezék mellett. Pont a fedezék mellett kellett, hogy elkapját a mocsok. A rohadt anyádat. Az. De egyébként tök jó, hogy pont oda spawnolnak az ellenfelek. Mi? Rendőrségi helikopter. Az még nagyon kellett amúgy. Oké. Most téged kell követni, hála Istennek. Gyere már Vernon, egy rendőrségi helikopter van a seggünkben. Menjünk be ebbe a garázsba. Jó, megyek én, na megyek már. Annyira egyébként néha nem érzem igazságosnak a játékot. Tehát így beleszpónol az arcomba az ellenség, meg a hátam mögé. Lőd le! Fucking prove me wrong and shoot. Shit, if you wasn't some cross-eyed OCB motherfucker, I might like you. But you ought to know this shit. There's lines you don't cross. What lines? The fuck is this about? The fuck you think? Dre? The phone? Where it is the buck stops with you? That bullshit?
I heard about all that and ain't got nothing to do with us. Bernie, I swear. You gotta give me something better than your word, P. But Dre, of course, it's Fargo's. Mm-hmm. That's who got it. Some punk looking for clout, blasting tracks all over the project out some low. Ki gondolta volna, hogy egy választag a vagoszokra fog kenni mindenkit. Fú, ők nagyon nagy izék voltak, ellenségek a San Andreasban. Mondjuk a válasz inkább az izét utálta, a Grove Street-et. Andor online. Inkább azt mondd meg, hogy hova rakod az autómat. Mindig az ellenkező irányban, mert a kamera néz. Jó, el kell hagyni a területet, ezért is kaptunk 15 000-et, nagyon jó. Nem is figyeltem az előzőért, és kaptunk pénzt. Vagy mindig csak a második meló fizet. Meg a harmadik. Vagy, hát akkor már miért nem fizet mindegyik? Gondolom akkor fizet mind. Csak nem tűnt föl. Jó, úgy látom, hogy ez a Ender gyerek is egy elég szépen meghaldos. Nem tudom, hogy mit csinálhat, de már most kétszer meghalt az elmúlt egy percben. Na, szabályosan leparkoltunk a ház mellé. Hogy lehet, hogy rossz gombbal akartam sarkot váltani a fedezéknél, az imáztam föl az autóra. Lehet az is, hogy nem a space-szel kell, hanem a görgőt kell megnyomni. Tehát a görgővel meg a weapon wheel jön elő. Ja, nem az a Q. Nem, Q a fedezék. A görgővel a weapon wheel jön elő. Nem sarki fedezéket cserélünk. Na ezt már meg kell nézni, mert belezavarodtam. Jó. Na, ez legalább most külön szerveres küldetés lesz. Gyerek azt írja, no. Igen, egyedül szeretném megcsinálni. Na, szóval. Ez a misszió, ez nem lesz rövid. Itt is elég sok embert kell békével lelőni. Úgyhogy közben Dr. Dre-nek az egyik zenéje fog szólni az egyik autóban. És azt a zenét csak akkor tudom majd kikapcsolni, hogyha az autót ellopom. De ahhoz lövöldöznöm kell majd egy csomót. Úgyhogy itt valószínűleg tartom, hogy ez a küldetés, ez le lesz némítva úgy, ahogy van. Bocsi srácok, nem tudok mit tenni, de a szerzői jogos dolgokra nagyon odafigyelek. Ütöttem már meg a bokámat vele. Követnem kell a konvoj. Remélem, hogy követni és nem átszállni az... Aha, jó. Kezdődik. Már hallom a zenét. Milyen buli lehet kinn az utcán, basszus? Öt sarokkal odébb hallom a zenét. Én nem tudom, milyen hangrendszer van abban az autóban, de kérem, az enyémbe is.
niggas on the yacht with me. I'm a star. Yeah, custom made hip hop nigga, watch the roof curve. Okay, it's a hard pill to swallow, baby. Juice WRLD. Big shot, big shot, big shot. Now who to kill him? Sending pirates to your black boy, Captain Phillips. Got LA on my back, boy. It takes a minute. Könnyítsük már meg a dolgunkat. Black Kevin. Sandro Bay, fuck it the whole day. Ice Cube sitting by the dock. Oh, shit. See no son of the couch with the old face. Shit, I'm headed to the fucking south. $1 million a plate. I'm in there, Air Force, Sam. Quit worrying about the other man. Pay taxes and rubber bands. Last night in a chess game, nigga walk away with $100,000. Pussy popping, billing shit, killing shit. Some sand. Multi-billion-dollar check on you fuck boys. Living life, push a price, I got enough toys. My legacy is undefeated, call that bitch Floyd. Benyomtam az örök életet. Beültem az autóba. I just caught a lick, watch me shake up, you a thick bitch, baby, shake up, let's get rich, time to break some, shake up, shake some, I'm moving like a big fish, watch me bake some, Titanic drip, nigga, say something, fucking politics and all that fake stuff, you, get the wheels, get out of here, we'll hold these fools here. Kidobott az autóból a játék. Na, végre! Nincsen zene. Aki esetleg ismeri Dr. Dre-nek a munkásságát, itt valami olyasmi zene szólt, aminek az volt a refrénje, hogy sekszak, 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 sekszak. Tökre úgy hangzik. Tehát itt végig az a zene szólt. Nyilván le kell némítanom. Sekszak, sekszak. Nem szeretem egyébként a rap zenét, de ez eléggé ilyen faszaritmusos. Tetszik. És egyébként igaza volt a ballastagnak, tényleg a Vagosznál volt a zene. Nem vágott át minket, hála Istennek. Hogy kicsaptuk a seggét. Mondanám, hogy veszek egy ilyen autót, de úgyse használnám. Van egy csomó autó itt a garázsomban. Több garázsomban is van több autó. És nagyon ritkán használom úgy mindet. Szóval értitek, mindig kiválasztok egyet-egyet, aztán azt használom hónapokig. Itt Kuruma, de az mindenhez is jó. Meg ezért szoktam használni mostanában a Suprát. Azt úgy kb. Ennyi. Azt van egy csomó autóm. Most elvileg vissza fog dobni minket publikus szerverre, úgyhogy csinálnom kell egy üreset, és a hátralevő elvileg kettő küldetést, meg ezében kell csinálni, üres szerveren. Bár mondjuk lehet, hogy mind a kettő küldetés privát szerveres. A fene sem emlékszik már rá. Ilyeneket jó lett volna megjegyezni, hogy tudjam, hogy mikor kell szervert csinálni, és mikor nem. Mert most, hogyha csinálok egy szervert, egy üreset, és közben a küldetés meg amúgy is hátdob egy privátra, akkor tök fölöslegesen csináltam szervert.
Bakker. Az a helyzet, hogy a következő küldetés, ami most fog jönni, ott végül is A-ból B-be kell csak eljutni, utána az egész küldetés bent van a hangstúdióban. De ahogy látom, itt repkedett a gyerek a Oppressor 2-vel, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy inkább fölöslegesen, de megcsinálom az üres szervert. Inkább legyen fölöslegesen megcsinálva. Ez zárt be, jó? Illetve függeszt fel. Így, köszi szépen. És akkor folyamat folytatása, és akkor várunk egy picit. Mondjuk így ennyit, ez pont elég is lesz. És ott az üres szeró. Nagyon jó, és akkor most kell beszélnünk Franklinnal, akit nem összetévesztendő a teknős békával, aki be tudja már kötni a cipőfűzőjét. Haha, külön szerveres. Jó, hogy megcsináltam. Ez az. Milyen jó, hogy megcsináltam. Mindegy, inkább megcsinálom fölöslegesen. Jó. Dr. Dre-nek az autóját kell elvinni a stúdióhoz. Okay, Dre's looking out for you at the studio. And this shit goes without saying, man. Don't be fucking up his car, alright? Aj. Nem véletlenül néztem meg, hogy milyen fegyver van kiválasztva. Megyünk, sietünk, mindjárt ott vagyunk. Nyilván rám húzza a kormányt. Na, hol van az a hangstúdió? Itt. Jöttem segíteni az őröknek. Nyugodjál meg! Intézkedem. Azt hiszem. Oh-oh, autók jönnek. Jó, az autó azt kapta. Au. Nyugodjatok meg, megkönnyítem csak a dolgomat. Szokták mondani, hogy nem keményen, hanem okosan kell dolgozni. Na ez az. Látlak, ott vagy a háznál. Jó. Még hárman vannak elvileg. Ketten. Egyen. Jó. De még be sem mentem az ajtón. Are you waiting for? Start shooting, motherfucker. Na most jön az, hogy nem ezzel megyünk, hanem ezzel. Na gyertek.
dobtára sörétes. Ja, erre kell menni. Sorry. Pillanat. FPS-re váltunk. Kicsikét könnyebb. Megöttem. Hova rohangálsz? Gyere vissza! Ki rohantál? Ja, de minek? Van-e még valaki? Ó, hogyne, itt van egy. Rohadj el, te! Még jó, hogy mondtam, hogy FPS-ben könnyebb. Erre mit csinálok? Meghalok. Az anyádat. Ott van. Jövök már, Dré. Szóval melyikőtök lőtt le az előbb? Hagylám. Te voltál? Elfogytak? El. Jó van. Now that's what the fuck I'm talking about. Yeah. Is anyone still breathing? Don't worry. These guys ain't getting back. Kicsi szűk folyosókon jobb volt az FPS nézet. You know what? I gotta thank you for coming through. Okay, I get it. Can we go now? Yeah, calm down. Most is szerintem lesz egy némítás a videóban, mert itt most megmutatják, hogy milyen új zenét vettek föl, meg most fogják felvenni, és közben olyan copyrightot fogok kapni, hogy nem igaz. Did you see what just happened? Let's get the fuck out of here. Nah. Let's call Pooh and clean this place up. Girls, pull yourselves a drink, chill out, and you stick around. We're gonna show Johnny Guns that we don't back down for no fucking body. Egy nap, vagy valami olyasmi, egy nap, 25 óra eltelt. Ha jól számoltam. Bejövök egy ilyen izé, ilyen szavaló versenybulira. Ilyen izé, kakastaréjjal, meg full rocker kinézettel, és így nyomja a karakter. Biztos nagyon élvezheti a zenét. Yo, I heard what went down over here, bro. What the fuck? That shit ain't right. Yeah. Don't worry about that, man. I got some new people that I can trust now. Okay, what you trying to do now? És azon gondolkodom, beírom YouTube-ra azt, hogy Dr. Dre segszag. Akkor kidobja. Let's get it. Give me some. All right. That's hard. Hey. Ej, miért kell minden repzenét így kezdeni? Ej, néztük barátnőmmel az X-Faktort, és az is itt a srác, aki megnyerte. Minden zenét úgy kezd, hogy ej. Yeah. Okay, AP. Yeah. Okay, check it out. Listen to this. Just think about that. Yeah. Nice. Turn that up, bro. Look. Yeah. Kidding me? I feel like we should rock out on this and go back and forth. Mm-hmm. On some hip-hop shit. Yeah, you feel me? Absolutely. What about that? I'm rocking it, yep. What's the fuck out here? What's the ETA
Yeah. Is the mic hot? Got you. Mic is on. Put him on 17 and 18, me on 19 and 20. Okay. All right, y'all ready? Let's get it. Yeah, been around versatile, south to France, Rosecrans, pin them up, knock them down, baby, I don't hold hands. Big booty, little dog, jogging by Kenneth Hahn, trying to get a fitness on, bitch, just hop in the car. I've been around Marathon, Compton to Avalon, me and Anderson, this is like Royal Tenenbaums. No one goes to cinema, so we on demand, they want a hologram, it's TikTok from dancers. Big shot, pin the bum, make me reminisce upon, I remember me and dog, swap me, dick. What was that in 93? You probably wasn't even born. Dre, I think you need to trade the range for the 6'4". I've been going back and forth, Chevy or Aventador. Took a walk in the park. Nigga, that's your backyard. Say, Dre, where you get them shrooms with the chocolate? The same place that I saw them gods out in Panama. Hey! Nem tudom ebből mit fogtok látni. Bring that back, let's hear that. Been around versatile, south to France, Rosecrans, pin them up, knock them down, baby, I don't hold hands. A little bit more bass in our voices. Jogging by Kenneth Hahn, trying to get a fitness on, bitch, just stop in the car. I've been around Marathon, Compton to Avalon, me and Anderson, this is like Royal Tenenbaums. No one goes to cinema, so we on demand, they want a hologram, it's TikTok for dancers. Big shot, been the bum, make me reminisce upon, I remember me and dog, swap me. I'm loving it. Okay. I think you need to trade the range for the 6'4". I've been going back and forth. Chevy or Aventador. Took a walk in the park. Nigga, that's your backyard. Say, Dre, where you get them shrooms with the chocolate? The same place that I saw them gods out in Panama. Crazy, bro. Yeah. Hey, put that straight to tape, man. Yeah, I like it. Mission Passed. Ezért kaptunk 9 rongyot. Írjon Dr. Dre zenét a játékhoz, ami kimondottan a DLC-hez írt. De akkor ne védesse már le. Hát, tudják nagyon jól a Rockstarnál is, hogy boldog-boldogtalan fogja streamelni, meg videót készíteni belőle. Miért kell így megkötni az ember kezét? Nem csinálsz belőle videót. Dehogy nem. Csak le fogom némítani a zenét. Utólag. Azt is csinálhattam volna egyébként, hogy... Mert ugye nagyjából emlékeztem rá, hogy hol lesznek ezek a zenék. Hogy lenémítottam volna a játékot, és akkor legalább azt hallottátok volna, hogy én mit beszélek. Az ilyen részeknél direkt nem beszéltem. 1-2. Hogyha lenémítom a játékot még magamnak is, akkor például nem hallottam volna, hogy a csávó itt a hangstúdióban mögöttem mocorog. És az szarra előtt volna. Most az mellékes, hogy később kb. Fél perc múlva lelőtt egy másik pali, de így legalább nem az lőtt le, aki a hátam mögé beszaladt. Tehát azt nem hallottam volna, hogyha a játékot lenémítom. Úgyhogy ezért van az, hogy utólag... majd a YouTube szerkesztővel lenémítom, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy fog majd működni, mert az sem biztos, hogy a teljes zenére ugrik. Na, azt mondja, itt autóm, az agency pedig majdnem 2 kilométerre van. Remélem, a gyerek nem hitte azt, hogy őt üldözöm, mert nem. És akkor még egy küldetésünk van, amit meg kell csinálni. Ó, de csak itt a buli. Hát én ezt sem bízom a véletlenre, ne haragudjatok.
Úgyhogy folyamatot felfüggesszük. És várunk megint egy picikét. Így. Jobb a békesség. Legalább az autóik itt maradtak. Azt az mi az a gokárt? Csak nem Mercedes. Bocsánat. De egy klasszikus filmből idéztem. Tehát ne engem bántsatok. Abban sem vagyok biztos, hogyha megpróbáltam volna bejönni, akkor nem lőnek le a bejáratnál, de ez is külön szerveres lesz. Johnny Gunt kell elkapnunk, aki felelős azért, hogy Dr. Dre-nek a zenéjét ellapták. Úgyhogy most őt fogjuk üldözni. És ez az utolsó küldetés a DLC-ben. És mindjárt végzünk. Azt hittem egyébként, hogy 3 videós lesz, de ezek szerint csak 2. Én mondtam a tegnapi videó elején, hogy 1, 2 vagy 3 videó lesz. Attól függ, hogy hogyan haladunk. Hát úgy néz ki, hogy 2. Ez is ilyen követős butaság lesz? Nem, itt kell valahol megkeresni. Hát én a sikátorral kezdtem volna, nem jött össze. Jöjjünk be ide. Hát úgy néz ki, hogy ez sem jött be. Ó, basz! Picsa. Megvan. Na, őt kell elkapni. Azt hiszem, igen, őt. De jó gyorsul az autó a vasúton. Jó lesz így vakon lőni őket. Jó, kilőttem a sofőrt. Ja nem. Vigyázz, rabban. Mennyi el az autómtól? Mit képzelsz magadról? Azt meg nem kéne felrobbantani. Ha az felrobban, akkor robban vele az én autóm is. Jó, kapta. Hallod, miből van a fejed? Reki online van. Meglep, hogy GTA-zik még.
speak to Guns face to face. He head down to meet you now. Y'all gotta keep Johnny Guns alive, alright? Don't get me wrong. You see this motherfucker, you start shooting. Just don't put the final bullet in him yet. Erre. Be kell menni most a reptérre. Ott fogjuk elkapni a csávót. Ez az. Fordulj már! Jó, elhiszem, hogy csúszik az út meg minden, de attól még fordulhatnál. Na. Johnny fiú, hol vagy? Mutasd magad. Láttalak. Jó, én először ide a fedezékbe vonulok, és veszek fel golyó álló mellényt. Azt mondja, inventory, body armor. Így. Jó. Mi molotovot dobáltok? Felejtsétek el. Jó, koncentrálunk. Lakám. Őt is. Én viszont nem tudom, miért nem volt rajta a radarom. Érdekes egyébként, hogy a fedezékben vagyok, nem tudok kamerát állítani. Hol vagy? Akkor így állítunk, így. Fedezékbe vonulunk, és akkor most. Inventory, body armor, ezt felvesszük így. Ez az. Ú, de mellé lőttem. Hopp, egy fej, hopp, még egy fej. Hopp, még egy. Dugd ki fejed egy pillanatra. Úgy. Ja, az már felrobbant. Ott is van egy fej. Jó. Csak egy picit dugd ki. Úgy is jó. Oké. Na, hol lehet a pali? Ott lesz fönn, tuti. Hajj már meg! Összeesett. Megvan. Na, hello! Jó vagy? Yo, Dre! Johnny! Hold up, man. You took something that belongs to me. That's some bullshit.
got mad respect for you. Respect? What the fuck do you know about respect? Come on, man, you know me. You just tried to blackmail me. I had to hustle hard to get that thing, man. I was just trying to get paid. Listen, I'm sorry. We can wipe the files, track them down, drag them, make this shit right on God. You just tried to kill me. But you know what? Let's forget about that for a minute. The tracks in my phone, that shit leaked, my nigga. The shit is out there. There's no putting that genie back in the bottle. Johnny, do you think I'm a fucking dummy or something? Keep it real? Fuck you. And fuck you too then. Watch your fucking mouth. Take your ass back to the golf course, motherfucker. Fuck you. Nem, te fuck you. Figyelj a szádra. It's funny that you should say that because I got my clubs right here. And by the way, I like the 9-9. That's my favorite. Never fails me, you know? Jó, figyeljetek, ezt Ebitől tanulta. You can really get a hold of it, you know what I mean? Now that's a great club. And I tell you what, man. Bitch! Ass! Motherfucker! I don't even feel bad anymore. Golfoktatója tudja, hogy az Ebi volt. You know what? Turns out. Hey, golf does put me in a better mood. Alright, can you give me a ride home? Yeah. I got something I want you to hear. Let's ride. Ezt az autót kell vezetnünk. Oh, király lesz. Hey, listen. I feel like we've been through a lot together, yeah? But this shit right here, it's put a lot of stuff in perspective for me. Jimmy was right. I've got to stop holding on too tight. I've got to start putting some of these demos out that I've been working on for so many years. You have no idea how much shit I've got. But you want to hear something? Nem kell zene. This is a world premiere. Right here. Right now. Hú, ilyen zenét én is tudok írni. Aha, tudod, mikor vennéd be így a kanyart? I got the chopper, wait. Let's go. Most biztos, hogy valami olyan zene szólna, amit a csávó írt. Kimondottan ez a játékhoz, és ebben a játékban lehetett először hallani. Tehát se rádióban, se YouTube-on, se sehol máshol. Én erre tudok gondolni, hogy azért mondta, hogy világpremier itt és most. Miért egy rappert választottak egyébként, hogy a DLC-nek a központi karaktere lesz, még nem valami rockbandát. Mert mondjuk az Pisti jobban élte volna. Ez sem rossz amúgy. Hát ugye mondtam korábban, hogy tetszik a ritmusa a zenének, amit nyomatott, de attól függetlenül nem fogok rap zenét hallgatni, mert a GTA-ban tetszik egy csak van egy-kettő, ami tetszik. Ennyire egyszerű. Hoppá. Ja, igen. És doktor E. Most fogja elhagyni a várost. De az így az autót nekem adhatnád. Tetszik. Ne kelljen már megvennem, jó? Mission Passed. Kaptunk érte... Mi?
Miért kaptunk érte ilyen sokat? Hát jó. Na, hát akkor srácok, igazából a DLC-t azt befejeztük. Mennyi volt ez? Az előző videó volt másfél órás, ez tart most 55-nél. Kerekítsünk egy órára, az 2,5 óra. Mindjárt úgy nagyjából összeszámolom, hogy mennyi pénzt kaptam. És akkor megnézzük, hogy melyik DLC-t éri meg jobban megcsinálni. Ezt vagy a Perikót? Spoiler! A Perikót! Na, szóval. Pénzem van. Tehát ez 1.549.000, tehát másfél milliót kaptam ezért a küldetésért, illetve ezért a küldetés sorozatért, hogy ezt így megcsináltuk. Amikor először csináltam, akkor kereken 1 milliót kaptam, most nem értem, hogy miért kaptam másfelet. De kaptam 1,5 milliót, meg a kis apró pénz, amit ugye a setupokért kaptunk. Tehát legyen 1.600.000, 1.700.000. 2,5 óra alatt. Hát akkor megcsinálom a Perikót, és 1 óra alatt kapok ennyit. Tessék. Bedobjuk így a bankba. Egyébként nem rossz pénz, tehát szerintem nem, az a baj, nem néztem, hogy milyen nehézségi szinten sikerült elindítani. Mert amikor először csináltam, akkor instant easy-ben kellett tolni. Most lehet, hogy sikerült normálon. Nem tudom. És lehet, hogy a nehézségi szint befolyásolta azt, hogy mennyi pénzt kaptam. Több, mint valószínű. Hogy akkor ez most nem easy volt. Na mindegy. A $1,500,000 az $1,500,000, akárhogy is nézem. Ennyit kaptunk a DLC küldetések teljesítéséért. Ami szerintem, hogyha egyedül megcsinálod, nem olyan rossz pénz. Most lehet azt csinálni, hogy egyszer Perikó, egyszer kontrakt, és így össze-vissza csinálgatod, és akkor nem úsz rá, hogy Perikó, 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 Perikó. Mert elgondolom az őszintén, én már valamilyen szinten, amikor már 90. alkalommal csináltam a Perikó DLC-t, akkor már egy kicsikét untam. De viszont rohadt jó pénz volt benne. Tehát amikor a Perikó DLC bejött, volt kb. $7 millió. Most összeszedtem 90-100 milliót, mert nyilván abból már költöttem egy csomót. Csak hát ugye a kontrakt DLC-n egy picikét több idő végig menni, mert a Perikó az megvan egy óra alatt, 50 perces volt az előző videó. A kontraktot meg most látjátok, két videóban kellett feltöltenem, mert volt egy 1,5 órás, meg egy órás. Tehát ezt picikét több idő megcsinálni. Na, jó van srácok, akkor... Nem én voltam. Én itt parkoltam kint végig. Na, szóval akkor ennyi lett volna a GTA Online kontrakt DLC. Remélem, hogy élveztétek. Én köszönöm szépen a figyelmet, és boldog karácsonyt kívánok még egyszer mindenkinek. Sziasztok!